Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket, akik ismét megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek, és megnézik azt, hogy mennyit fejlődött tavaly óta az énekkarunk. Immár második alkalommal adventre hangolódunk énekkarunk segítségével, és aki ebben igazán segít nekünk, akit ma is hallhatunk, ő Schindler Regina lesz. Az ő zongora játéka fogja még varázslatosabbá tenni majd ezt az estét. Mielőtt az énekkar és Regina koncertje elkezdődne, meghallgathatunk két darabot, a Keceli Tehetség Varga Viktor, ha jól tudom, mert nekem is meglepetés, és Luberné Kirchner Erika, illetve leánya kíséretében, de már sugnak, hogy én már lelőttem a poént, úgyhogy hagyjam is abba. Szóval mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a ma estére, kérem érezzék jól magukat, és látták, hogy van kint egy varázsgömb, ezt is láttam, ahogy bejöttem. Ebben a varázsgömb már nem kint van, már bent van. Ez a varázsgömb egy nagyon csoda gömb, amely segítségével támogatni lehet az énekkarunkat. Ha valakinek van rá lehetősége, akkor az énekkar nevében megköszönöm, ha támogatásával biztosítja így módon is őket. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok az estére, és akkor a koncert előtt egy kis rövid intermezzóval kezdünk. Hát akkor gyorsan folytatva tovább a gondolatot, arra gondoltam, hogy köszönteni illik önöket, titeket, benneteket, hiszen egy év telt el azóta, amióta megvolt az első adventi koncertünk. Mi úgy érezzük, hogy kell egy kis emberi szeretetet, figyelmet és türelmet átadni minden produkciónkkal. Mi megpróbáljuk. Úgy érezzük és úgy reméljük, hogy éreztetni is tudjuk mindezt. Hogy nincs nagyobb és értékesebb dolog az embertől. Az ember a maga gyarlóságával, szeretetészségével, tudásszomjával tud és akar is alkotni. Az alkotásaiban pedig szeret elmerülni. A mai estére mi alkottunk. Öröknek egy dolguk van. Kérem, merüljenek el, de néha vegyenek levegőt is. Az első fellépője Varga Viktor, iskolánk volt tanulója, keceli lakos, jelenleg a kecskeméti Kodály Zoltán Énekzene Általános Iskola és Szakgimnázium végzős diákja zongoratanszakon. Brahms H-moll rapszódiáját hallhatjuk. Második fellépőnkkel és édesanyjával már az előző évben is találkozhatott a kedves nézőközönség, Gruber Noémival és édesanyjával, Gruberné Kirchner Erikával. Tőlük egy közismert musical darabot hallhatunk, a Macskák című musicalből, Éjfél címmel. Noémi 3 éve tanul fuvolázni a Kiskörösi Szólam Alapfokú Művészeti Iskolában. Tanára Farkas Zoltán. Thank you.
harmadiknak Schiller Regin előadásában hallhatjuk Johann Sebastian Bach Édul francia rövid tételből álló szvítjét. Reginát már nem kell bemutatni a kedves közönségnek, hiszen tavaly 2017-ben volt az első közös adventi koncertünk Kecelen a Szent Háromság templomban. Példaértékű számunkra kitartása, zongora játéka, valamint azt is tudni kell róla, hogy végzős az egyetemen fogorvosnak készül. Úgy tudjuk, hogy zenei tudását és zongora játékát még jobban fogja tökéletesíteni, illetve további nagy tervei vannak. Negyediknek Skolnyikovics Máté fog két dalt énekelni, Johann Sebastian Bach jászolnál, és Ludwig van Beethoven mormotás fiú dalát. Mátét Regina hívta meg koncertünkre, jelenleg ő is fogorvostan hallgató. Zongorán természetesen Regina kíséri. Thank you.
Ötödiknek a Kesseli II. János Pál általános iskola és óvoda énekkara mutatkozik be. Elsőnek kánonokat énekelnek, majd Bárdos Lajos kínai kánonja következik, avagy a gyenge üzletmenet miatt fölötte mélabús és bánatukban fejüket ivásnak adó hongkongi fecskefészekleves konzervkereskedők panaszdala csendül fel, ha sikerül, két szólamban is. Pákat a Péter jó.
cicsukcsa. Libetek következnek, Hulla Szilva, Megismerni a kanászt, aztán Télen nagyon hideg van, Szegény legény. Ezt a zenekari kvódlibet követi, ahol megismerkedhetünk a hegedűvel, klarinéttal, trombitával, üsdobbal és a kürttel. Szólót énekelnek Szabó Luca, Mucsi Anita, Szabó Virág, Sebestyén Noémi, Straub Sára, Pataki Virág, Benyecki Anna és Gruber Noémi. A trombita harsog.
sok ta 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 ta. A trombita hasuk ta 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 ta. A trombita hasuk ta 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 ta. A trombita hasuk ta 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 ta. A trombita hasuk ta 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 ta. Most Bárdos Lajos feldolgozásában egy kétszólamú mű következik Nyelvvel a völgyben címmel. Majd egy ismeretlen szerzőtől Donánó Biszpácem, Adj nékünk békét kezdéssel, három szólamú kánon hallható. Thank you.
végezetű két mű csendül fel. Az egyik Wolfgang Amadeus Mozart varázsfuvolájából a bűvös csengettyű két szólamban, zongorán kísér Schindler Regina. A másik mű Bárdos Lajos Csengőbongó Karácsony című két szólamú műve. Ezt a művet egy kis karácsonyi előzetesnek szánja az énekkar. A koncert zárásaként Schindler Reginát hallhatjuk újra, Beethoven Cis-moll szonátáját, közismertebb nevén Holdfény szonátáját játsza, és ezzel zárjuk a mai adventi koncertünket. Bye.
Művésznő, kedves Regina, ismét elkápráztattál bennünket, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, és hálánk jeléül ezt a csekély kis virágot fogadd el. Szeretném megköszönni az énekhangnak, aki Reginát kísérte, bár fordítva. Úgyhogy egy tapsot neked is, ha megengeded.
Köszönjük Erikának és Viktornak is, hogy emelte az est fényét a mai napon. Nekik is egy tapsot. És Éva néni még virágot is kap. Nagyon szépen köszönjük Éva néninek és az énekkarnak. Azt gondolom, hogy a taps jár. Én ezúton kívánnék áldott ünnepeket, de ebbe a beállásból nekem úgy tűnik, hogy itt még lesz egy ráadás. Egy kis gondolkodási idő. Rendben van. Akkor hallgassuk az énekkart. Köszönjük szépen! Ezzel véget ért a mai adventi koncertünk. Kérem, jöjjenek ki a folyosóra, itt ne hagyjanak ilyen finomságokat. Viszontlátásra!